A koronavírus járvány miatt késett a kiírása, de július 1-től első alkalommal elérhető a civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása elnevezésű pályázat, amellyel a kormány kiemelten szeretné támogatni a vidéki civil szervezeteket. Magyarország kormány elkötelezett a kistelepülésen élők számának megtartása, életminőségének növelése és a települések fejlesztése iránt, aminek eredményeképpen a Magyar Falu Program került kidolgozásra. A 2020. évi Magyar Falu Program egyik új eleme, hogy már kistelepülésen működő civil szervezetek is pályázhatnak forrásra. Jelen pályázati kiírás július 1-től lesz beadható, egészen augusztus 7-ig, erre 5000 fő alatti kistelepülésen működő civil szervezetek pályázhatnak. Mivel Tolna megye 109 településéből 101 település, 5000 fő alatti lakosságszámú, ezért nagy népszerűségre számítanak a kiírók. A kaposszekcsői tájékoztatón a szakemberek ismertették azokat a területeket, amelyekre lehet pályázni. 4 modul van. Pályázhatnak ingatlan felújításra, gépjármű beszerzésre, eszközbeszerzésre és programok megvalósítására. Nagyon fontos, hogy minden civil szervezet csak egy modulra pályázhat. A pályázatok beadásával kapcsolatos információs és kapcsolattartási feladatokat a Tolna megyei Civil Információs Centrum látja el Tolna megyében, országosan pedig a Bethlen Gábor alapkezelő. A megyénkben működő társadalmi szervezetek korábban is igen aktívan pályáztak különféle kiírásokra. Ez a mostani 100%-ban finanszírozott, vissza nem térítendő támogatás, és mintegy 5 milliárd forint kerül majd szétosztásra. A civil szervezeteknek a Nemzeti Együttműködési Alap minden évben biztosít központi költségvetéses forrást, programok, illetve működési költségek finanszírozására. Erre a civil szervezetek nagyon aktívan és nagyon nagy számban pályáznak minden évben. Elmondható az, hogy Tolna megyéből is minden évben egyre jobb minőségű pályázatok érkeznek be, és a támogatásokat is egyre nagyobb számmal nyernek Tolna megyei szervezetek. Én úgy gondolom, hogy ezeknek tehát akár a Nemzeti Együttműködési Alap, akár a 2020. évi Magyar Falu Programban nincs szükség pályázatíró cégek bevonására. Ezek nem uniós pályázatok, sokkal egyszerűbb a pályázatok lebonyolítása, elszámolása. Nem kell hozzá külön projektmenedzsment, egy alapvető számítástechnikai tudás elegendő a pályázatok beadásához. Azt hozzá kell tenni, hogy ugye 2020-ban már szinte minden elektronikus úton történik, tehát jelen esetben is a nemzetpolitikai informatikai rendszeren keresztül kell beadni, ahol egy egyszerű regisztráció után a pályázó már meg tudja írni a pályázatát. Egyáltalán nem tartjuk bonyolultnak, és azt hozzá kell tenni, hogy se pályázati díj nincsen, se önerő nincsen. Egy település életét a civil szervezetek teszik színessé. Most lehetőségük van akár a települések önkormányzatát is segíteni ezzel a lehetőséggel. Nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, hiszen azért megnézhetjük, hogy a kis településeken, az 5000 fő alatti településeken kik a mozgatórugók, ugye a civilek a mozgatórugók. Mi településünkön is számtalan civil szervezet létezik. Most nem tudom, hogy ők ki tudnak-e jönni erre a rendezvényre, de nyilván közvetítjük nekik ezeket az információkat. Nagyon szerencsés, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy gondolnak tényleg ilyen mód is a civilekre, hiszen ugye egyre kevesebb volt eddig most már a támogatásuk. Azért a legtöbb település igyekezett őket saját forrásokból támogatni, de mégis ez nem ugyanolyan, mint amikor lehet célzottan pályázni bizonyos területekre. Ez a pályázat ugye szerencsés abból az esetben, hogyha valakinek eszközre van szüksége, hogyha az ingatlanját, amiben működik, akkor fel tudja újítani. Legtöbb esetben ez jó ugye az önkormányzatoknak is, hiszen legtöbb esetben önkormányzati épületekben, ingatlanokban vannak ezek a civil szervezetek, tehát gyakorlatilag ez a pályázat az, ami mindenkinek hasznos. Miben mozgatórugók még a civilek? Ugye rendezvényekbe. És ugye ez a pályázat lehetőséget nyújt arra is, hogy rendezvényeket szervezzenek a civilek, amit amúgy is tesznek, csak hát nyilván nem mindegy, hogy kapnak rá forrást, vagy pedig saját forrásból kell megvalósítaniuk. És ez egy hatalmas lehetőség ebből a szempontból is minden település számára. Vannak olyan kulturális csoportok, amelyek önerő hiány csak az ilyen pályázatok segítségével tudnak működni. A Kaposfalui Szívvel, Kedvel, Lélekkel Egyesület képviseletében vagyok, és a Pögdösödő Foltvaró Klub, valamint a táncos gyerekeknek az egyesüléséből jött létre ez a civil szervezet. Hát mivel más bevételünk nem nagyon van, ezért igénybe veszünk pályázatokat, elsősorban eszköz használatra,
Az előző pályázatban, ami a LEADER program keretén belül volt, ott a gyerekeknek pályáztunk karaktercipőkre a lányoknak és csizmára a fiúknak a fellépésekhez, valamint a foltvarroknak sikerült kettő nagyon profi varrógépet szereznünk, ami erősen megkönnyíti a munkánkat. Szintén a gyerekeknek ott most elsősorban ruhára pályáznánk, táncos ruhára, alapanyagra talán, és akkor mi összevarnánk, és hát mivel eddig csak ez a két varrógépünk van, fejlesztenénk a varrógépparkunkat, és még ahhozokhoz kiegészítőket tervezünk, hogy szintén könnyebb legyen. A nagyfokú érdeklődésre tekintettel érdemes a pályázatokat minden előbb beadni, az elbírálásnál a pályázat minősége lesz a döntő.